Székesfehérváron több mint 10 éve indultak el a városrészi tematikus szűrőnapok. Az önkormányzat célja, hogy minél többen részt tudjanak venni az ingyenes, különböző vizsgálatokra lehetőséget nyújtó egészségügyi rendezvényeken. Meg kell, hogy mondjam, amikor más városokból találkozom, akár szakemberekkel, akár városlakókkal, mindig szembesülök azzal, hogy ilyen rendszeres, átgondolt szűrőprogram más városban nincs, úgyhogy én azt hiszem, hogy Székesfehérváron erre büszkék lehetünk. Egyrészt ez jelent rengeteg elvégzett szűrővizsgálat számot, másrészt pedig állandóan felszínen tartja azt a kérdést, hogy mindenkinek foglalkoznia kell a kérdéssel, mindenkinek utána kell nézni, és néha elmenni olyan szűrővizsgálatokra, ami az ő életkorának, egészségi állapotának megfelel. Kovács Zsoltné önkormányzati képviselő elmondta, az elmúlt évek visszajelzései alapján ezek az alkalmak nagyon sikeresek. Nem elég hangsúlyozni, hogy ne csak akkor forduljunk orvoshoz, amikor baj van, fontos a megelőzés. Itt olyan szűrővizsgálatokat kaphatnak az emberek, akik eljönnek, amire hónapokig várnak egyébként az orvosoknál, a rendelőintézeteknél. Nagyon jó, hogy hétvégén, szombati napon kerül megrendezésre ez az esemény, mert akik dolgoznak is el tudnak jönni, 9-től 1 óráig fog tartani. Az egészségügyi szűrőnapon kardiológiai, EKG, bőrgyógyászati vizsgálatra, bokakarindex meghatározásra, csontsűrűség mérésre, dietetikai tanácsadásra, állapotfelmérésre, testösszetételmérésre van lehetőség. A vizsgálatokra előzetesen regisztrálni kell. Bejelentkezni március 18-án lehet hétfői napon reggel 8 és délután 4 óra között a 70-455-99-30-as telefonszámon. Türelmet kérünk a bejelentkezőktől is, illetve azt kérjük, hogy ha mégsem tud valaki eljönni a vizsgálatokra, amire bejelentkezett, akkor hívja vissza ugyanezt a telefonszámot, és akik várólistára kerülnek, ők bekerülhetnek helyette, tehát ne legyen üres járat. A szűrőnapot március 23-án szombaton 9 és 13 óra között rendezik a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. Ezen a napon körülbelül 110 ember tudnak fogadni az egészségügyi szakemberek.